nagyon fontos győzelmet arattunk egy szerintem egy nagyon jó csapat ellen, úgyhogy tényleg nagyon büszkék lehetünk magunkra ez a meccs után. Kezdő csapatban kaptál helyet, mikor tudtad meg, hogy ott játszott? Már beszéltünk a vezető edzővel erről a hét közepén is, úgyhogy így alakult, hogy kezdeni tudtam, és örülök neki. Volt egy nagyon jó elfutásod a szélen, egy szép csel után, nagyon közel jártál a gólhoz. Igen, megcsináltam a cselt, be is jött, csak aztán utána visszaért a másik védő, meg bele tudtam pöckölni, és azt a Sallai Rolinak átcsorgott a túloldalra, aztán ott is védett a kapus, ott egy kis tűzi játék volt, de az a legfontosabb, hogy a csapat sikeres volt, és nyertünk 2-1. Az első gólban viszont voltak érdemeid, ugye ott 3 fejesből az egyik a tied volt a gól előtt. Igen, ezt kérte tőlünk a vezetőedző, hogy a támadók játszanak minél beljebb a csatárhoz, és induljunk be a résekbe a védők mögé, és így voltak a helyzeteink is, úgyhogy tényleg szerintem jól játszott a csapat. A második fél időben most Lovrencs és Gergő váltott, így most nem tudtatok együtt játszani, mint Finnországban, sajnáltad? Sajnáltam, vagy nem sajnáltam, örültem neki, hogy a Geri is szóhoz jutott, úgyhogy ez egy csapatmunka, nem az a lényeg, hogy most együtt játszunk, vagy külön, az a lényeg, hogy ő is játszott, és nyert a csapat. Mire számít az a következő Nemzetek Ligája meccseken? Nem tudom, azzal még ráérünk gondolkodni, úgyhogy most hétvégén már bajnoki mérkőzés, ami szintén nagyon fontos, úgyhogy tényleg menjünk lépésről lépésre.